Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Itt vagyunk a Magyar Rapszódi projekt következő videoklipjének forgatásán, melyhez egy nagyon különleges vendég érkezik hamarosan. Ő nem más, mint Csík János, a Kossuth Díjas Csík zenekar alapítója. Az elmúlt két évben minden karácsony előtt tartottunk egy adománygyűjtő koncertet, melyet az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlottunk fel. Csík János mind a két évben elfogadta meghívásunkat. A tavalyi évben egy nagyon különleges keleties Balkán témát javasolt, melyet közösen akkor arra koncertre megcsináltunk, és annyira nagy sikere lett, hogy ebből készült egy teljes dal, amelyet most együtt fogunk eljátszani, és ebből készül majd videóklip. Tulajdonképpen egy kedves meghívás révén, egy jótékonysági koncert kapcsán egy-két évvel ezelőtt történt ez, és ilyen kellemes meglepetés volt. Hát a Bálintot már korábbról ismertem, kiváló jazz muzsikus, úgyhogy őt nem csoda, ha megismerte az ember. Meglepetés volt nekem ez a zenei új világ, hogy úgy mondjam, és azt, hogy látni, hogy jó szeretettel fogadja a közönség, ez jó volt. Na meg hát azok a kiváló vendégművészek, akik szerepeltek ezekben az esteken, azért az megtisztelő volt. Dicsőséges Szűz Mária. Én azt hiszem, hogy egy kis színfoltja leszek ennek a történetnek. Egy rövid, egy izgalmas, pörgős muzsika és egy nagyon szép imádság szólal meg, ami egy igazi népének, hiszen ezt a dalt Moldvától, Moldvában is énekelték, de egész kis Magyarországon. Ez egy régi, a liturgikus népénekekben már több száz éve létező imádság ez végül is, és ennek egy részlete. De azt hiszem, hogy ezzel meg lehet idézni egy kicsit a magyar lelket ebben a zenei világban.